13. rész. A legutóbbi évek szédült forgatagában Urzulának csak nagy ritkán jutott ideje José Arcadio pápai képzésével foglalkozni, és a kisfiút már is septében össze kellett pakolni, hogy a szemináriumba menjen. Meme, a húga, aki Fernanda szigora és Amaranta keserűsége közt hánykódott, majdnem ezzel egy időben érte el azt a kort, amikor zárdába akarták küldeni, hogy az apácák klavikord művésznőt faragjanak belőle. Urzulát súlyos kétséget gyötörték, hogy hatásosak voltak-e a módszerei, amelyekkel a lanyha pápainas szellemét nemesítgette, de nem a maga rogyant öregségét okolta érte, és nem is a sötétben gomolygó felhőket, amelyek szinte teljesen elfették előle a dolgok körvonalait, hanem valami mást, amit maga sem tudott pontosan meghatározni, csak homályos képzetei voltak róla. Arról, hogy az idő fokozatosan megvetemedik. Mostanában nem úgy jönnek az évek, mint azelőtt, mondogatta, érezve, hogy a mindennapos valóság kiszalad a keze közül. Régen, gondolta magában, a gyerekek sokáig növekedtek. Elég volt felidéznie, mennyi idő telt el, amíg José Arcadio, az első szülött elment a cigányokkal, aztán amíg visszajött, tarkára festve, mint egy kígyó, és olyan beszédekkel, mint egy csillagász, és mennyi minden történt a házban, amíg Amaranta és Arcadio elfelejtette az indiánok nyelvét, és megtanult spanyolul. Vagy hány verőfényes napot és csillagos éjszakát kellett a szegény José Arcadio Buendiának elviselnie a gesztenyefa alatt, ő meg Urzula, hányszor elsiratta Aureliano Buendia ezredest, amíg félholtan haza nem hozták, alig 50 évesen, pedig mennyi háború volt, és mennyi könnyet hullajtottak érte. Hajdanában, amikor egész nap a cukorállatkák készítésével foglalkozott, arra is jutott ideje, hogy a gyerekek után nézzen, és a szemük fehérjéből kiolvassa, ha egy kanálka ricinus olajra van szükségük. Most viszont, amikor semmi tennivalója nem akadt, és reggeltől estig csak téblábolt a csípőjén lovagló José Arcadióval, a leértékelődött idő arra kényszerítette, hogy mindent félbehagyjon. Az az igazság, hogy még akkor is tiltakozott az öregedés ellen, amikor már az éveinek számát sem tudta. Folyton lábatlankodott, mindenbe beleütötte az órát, és agyonzaklatta az idegeneket a kérdezősködésével, hogy a háború alatt nem hagytak-e ott megőrzésre egy gipsz Szent Józsefet, amíg el nem áll az eső. Senki sem tudta pontosan, hogy mikor kezdett el gyengülni a látása. Még élete utolsó éveiben is, amikor már fel sem tudott kelni az ágyából, legfeljebb maga tehetetlennek látszott, azt azonban senki se fedezte fel, hogy megvakult. Ő maga José Arcadio születése előtt kezdte észrevenni. Eleinte azt hitte, múló gyengességről van szó, és titokban csontvelő szirupot ivott, és mézet csöppentett a szemébe, de igen hamar meggyőződött róla, hogy menteretlenül ráborul a homály, és így soha nem is alkothatott világos fogalmat a villanyfény találmányáról, mert amikor az első körtéket felszerelték, csak a derengésüket látta. Nem árult el senkinek, mert azzal nyíltan beismerte volna, hogy többé semmi haszna. Türelmes, titkos tanulásba fogott, hogy felismerje a tárgyak és az emberi hangok távolságát, és emlékezetével lássa mindazt, amit a hályok függönye eltakar előle. Később fedezte fel a váratlanul segítségére siető szagokat, amelyek sokkal meggyőzőbb útmutatást adtak a homályban, mint a testek színe vagy térfogata, és végleg megmentették a lemondás szégyenétől. Sötét szobában is be tudta fűzni a cérnát a tűbe, tudott gombjukat varni, és tudta, mikor kezd forni a tej. Olyan pontosan megtanulta minden tárgy helyét, hogy olykor maga is megfeledkezett a vakságáról. Egyszer Fernanda azzal lármázta föl a házat, hogy eltűnt a jegygyűrűje, és ő a gyerekszoba egyik polcán megtalálta. Mi sem volt egyszerűbb. Mialatt a többiek gyanútlanul járkáltak a házban, ő a megmaradt négy érzékével éberen figyelte őket, nehogy egyszer is rajta kapják,
és egy idő után észrevette, hogy minden egyes családtag minden áldott nap öntudatlanul is ugyanazokat az útvonalakat járja be, ugyanazt csinálja, és percnyi pontossággal majdnem mindig ugyanazt mondja. Csak akkor fenyegetett valaminek az elvesztése, ha kizökkentek ebből az aprólékos rendből. Amikor tehát Ursula meghallotta, hogy Fernanda az eltűnt jegygyűrűje miatt sopánkodik, felidézte magában, mi volt aznap az az egyetlen dolog, amiben eltért a szokásától. Kitette a napra a gyerekek hálógyékényét, mert éjszaka meme egy poloskát talált. Mint hogy a gyerekek jelen voltak a tisztogatásnál, Ursula arra gondolt, hogy Fernanda arra az egyetlen helyre tette a gyűrűt, ahol a gyerekek nem érhetik el, a polcra. Fernanda viszont csak a mindennapos útvonalai mentén kereste, nem tudván, hogy épp a megszokás akadályozza az elvesztett dolgok felkutatását, és ezért kell annyit vesződni, amíg rájuk találunk. Ursula, aki minden erejét megfeszítette, hogy a házban történő legkisebb változásokról sem maradjon le, nagy segítségre talált José Arcadio nevelésében. Amikor észrevette, hogy Amaranta a gyerekek szobájában új ruhát ad a szentekre, úgy tett, mint a meg akarná tanítani a kisfiút a színek közti különbségre. Lássuk csak, mondta, hadd halljam, milyen színű ruha van Szent Rafael arkangyalon. A gyerek így módon mindazt törötte vele, amit a szeme megtagadott tőle, és jóval azelőtt, hogy José Arcadio elment a szemináriumba, Ursula már a szövet tapintásából is meg tudta különböztetni a szentek ruháinak színét. Néha azért előfordult egy-egy váratlan baleset. A Maranta egy délután a begóniás tornácon hímezett, és Ursula nekiment. Az Isten szerelmére, fakadt ki Amaranta, nézzen az óra elé! Te ültél rossz helyre, mondta Ursula. Efelől nem volt kétsége, de attól a naptól kezdve felfedezett valamit, amire addig senki se jött rá, hogy a nap állása az év folyamán észrevétlenül változik, és a tornácon ülők öntudatlanul is követik a székükkel napról napra. Ezután csak meg kellett jegyeznie a dátumot, és már is tudta, hogy pontosan hol ül Amaranta. Bár egyre feltűnőbben remegett a keze, és alig tudta húzni a lábát, soha még egyszerre annyi helyen nem látták apró kis alakját. Majdnem olyan serény volt, mint amikor a háztartás egész súlya az ő vállára nehezedett. De az agság áthatolhatatlan magányában olyan éles látással tudta mérlegelni a család életének legjelentéktelenebb eseményeit is, hogy csak most árult fel előtte tisztán sok igazság, amit hajdan a nagy elfoglaltsága miatt nem láthatott. José Arcadio még fel sem készült a szemináriumra, amikor ő már a legapróbb részletekig végig gondolta a család egész történetét Macondo megalapítása óta, és teljesen megváltoztatta az ivadékairól alkotott véleményét. Rájött, hogy Aureliano Buendia ezredes nem azért hidegült el a családjától, mert a háború megkérgesítette a lelkét, mint addig hitte, hanem azért, mert soha nem szeretett senkit, se Remedioszt, a feleségét, se azt a számtalan nőt, aki egy-egy éjszakára bevonult az életébe, és még kevésbé a fiait. Az is felderengett benne, hogy a fiát nem az idealizmus vitte a háborúk hosszú sorába, ahogy mindenki hitte, és nem a fáradtság miatt mondott le a küszöben álló győzelemről, ahogy mindenki hitte. Akár győzött, akár vesztett, ugyanannak köszönhette. Pusztán a vétkes gőgnek. Be kellett látnia, hogy fiának, akiért az életét is odaadta volna, van egy fogyatékossága, képtelen szeretni. Egy éjjel, még a hasában hordta, hallotta, hogy felsír. Olyan élesen hallatszott a sírás, hogy José Arcadio Buendia fölébredt mellette, és megörült, hogy hasbeszélő lesz a fia. Mások jós tehetséget jövendöltek neki. Őt viszont elfogta a reszketés, mert biztosan tudta, hogy ez a mélyről fakadó jajszó a félelmetes disznófarok első jele, és buzgón kérte az Istent, engedje elpusztulni a magzatot a méhében. De az aggakor megvilágosodásában ráeszmélt, és sokszor mondogatta, hogy az anyák hasából felhangzó gyereksírás
nem a hasbeszélő képesség vagy a jós tehetség, hanem a szeretni nem tudás csalhatatlan jele. Miután a fiáról alkotott képe így módon leértékelődött, Ursulában hirtelen feltámadt mindaz a részvét, amivel addig az adósa maradt. Amaranta viszont, aki eddig elborzasztotta kemény szívűségével, megkeserítette tömény keserűségével, a végső vizsgálat fényében most úgy állt előtte, mint minden idők leggyöngébb női teremtménye, és a szánakozó tisztánlátás megértette vele, hogy nem bosszúvágyból gyötörte oly méltatlanul Pietro Crespit, ahogy mindenki hitte, és nem keserűségének maró epéje változtatta lassú kínszenvedéssé Gerinaldo Márquez ezredes életét, ahogy mindenki hitte, hanem mindkét esetben a mértéktelen szerelem és a leküzdhetetlen gyávaság kelt benne halálos párdiadalra, hogy végül is az irracionális félelem kerekedjék felül, az örökös félelem önnön háborgó szívétől. Ursula ekkor kezdte Rebecca nevét emlegetni, és a kései megbánástól és a hirtelen támadt csodálattól átfűtött régi gyengétséggel gondolt rá, megértve, hogy csak benne, Rebeccában, aki nem az ő tejét szopta, hanem földet és meszet evett, akinek ereiben nem az ő vére folyt, hanem a sírban is kotyogó csontú ismeretlenek ismeretlen vére, csak benne, a türelmetlen szívű, mohó ölű Rebeccában volt meg az a szilály bátorság, amelyet Ursula a saját ivadékaiban szeretett volna látni. Rebecca, mondta, a falak mentén tapogatózva, milyen igazságtalanok voltunk hozzád. A házban azt hitték, hogy csupán félre beszél, főleg amióta előre tartott jobb kézzel járkált, mint Gabriel arkangyal. Fernanda mindamellett észrevette, hogy zajva beszédének homályán átcsillant valamelyest a józan észnapja, mivel Ursula havozás nélkül meg tudta mondani, hogy mennyi pénzt költöttek a házban az elmúlt év alatt. Amaranta is olyasmit gondolt, amikor anyja egy napon a konyhában a leves kavargatása közben egyszer csak megszólalt. Azt hitte, egyedül van. És azt mondta, hogy a kukorica daráló, amit az első cigányoktól vettek, de már régen eltűnt, még mielőtt José Arcadio 65-szer megkerülte a világot, azóta is ott van Pilar Terneránál. Pilar Ternera, aki szintén közel járt a 100. évéhez, de egészséges volt és mozgékony, bár hihetetlen kövérségétől a gyerekek épp úgy féltek, mint hajdani kacagásától a galambok, nem lepődött meg rajta, hogy Ursula a távolba lát, mert a saját tapasztalata is kezdte rávezetni, hogy az éber öregség tisztább képet ad a dolgokról, mint a kártyavetés. Mégis, amikor Ursula ráeszmélt, hogy annyi idő alatt sem sikerült megalapoznia José Arcadio hivatását, a meghökkenés valósággal főbe kólintotta. Hibát hibára halmozott, mert a szemével próbálta látni, amit a megérzés tisztábban láttatott vele. Egy reggel szagos víz helyett tintát öntött a gyerek fejére. Magacsul beleártotta magát mindenbe, annyi veszekedést okozott, hogy szinte kótyagossá tette a sok bosszúság, ami visszaütött rá, és így próbált szabadulni a homálytól, amely végül is körülfogta, mintha egy pók szőtt volna rá inget. Ekkor jutott eszébe, hogy ügyetlenségében nem az elaggás és a sötétség első győzelme jelentkezik, hanem az idő romlása. Arra gondolt, hogy régen, amikor Isten nem olyan csaló módon mérte a hónapokat és az éveket, mint a törökök a perkált, minden másképpen volt. Most nem csak a gyerekek nőttek gyorsabban, de az érzelmek is másféleképpen alakultak. Alig ment fel a szép Remedios testestől lelkestől az égbe, Fernanda már semmire se volt tekintettel, és csak azon zúgolódott, hogy magával vitte a lepedőit. Az Aureliánók teste még alig hűlt ki a sírban. Második Aureliánó már is alkoholgőzbe folytotta a házat, és elárasztotta részegekkel, akik harmonikáztak és pezsgőben lubickoltak, mintha nem is keresztények haltak volna meg, hanem kutyák, és mintha ez az őrültek háza, amelyért annyi felfájással és annyi cukorka állatkával kellett fizetni, arra lett volna ítélve, hogy minden kárhozat szemét dombjává legyen.
Ezekre gondolva, miközben José Arcadio podgyászát készítgették, Urzulában felötlött a kérdés, hogy nem tennie jobban, ha egyszer is mindenkorra befeküdne a sírjába és elföldeltetné magát. Félelem nélkül kérdezte az Istent, csak ugyan hiszi-e, hogy az ember vasból van és elbír annyi kint és keservet, addig kérdezte, míg fel nem szította a dühét és fel nem támad benne az elfolytaratlan vágy, hogy káromkodjon, mint az idegenek, hogy végre ő is megízlelhesse egyszer a lázadás pillanatát, azt a sokszor állított és ugyanannyiszor elodázott pillanatot, amikor végre kitörülheti magát a belenyugvással, és szarhat mindenre, és kivetheti a szívéből a hegyekké tornyosult trágás szavakat, amiket egy évszázadnyi megalkuvás belé folytott. A kurva mindenit! Kiáltotta. Amaranta, aki a ruhákat rakósgatta az útiládába, azt hitte, hogy anyját skorpió csípés érte. Hol van? Kérdezte rémülten. Micsoda? A féreg, mondta Amaranta. Ursula a szívére bökött. Itt. José Arcadio egy csütörtöki napon délután 2 órakor ment el a szemináriumba. Ursula azután mindig úgy látta maga előtt, amilyennek a búcsúzáskor képzelte. Bánatos és komoly az arca, visszatartja a sírását, ahogy ő tanította, fuldokol a melegtől részgombos, zöld kordbársony ruhájában, keményített nyakravalójával. Az ebédlőt egészen átjárta a szagos víz illata, amit Ursula locsolt José Arcadio fejére, hogy nyomon követhesse a házban. Miközben a búcsú ebédet ették, a család vidám csevegéssel leplezte izgalmát, és túlzott lelkesedéssel ünnepelte Antonio Isabel atya szellemességeit. De amikor elszállították a bársonnyal bélelt ezüst sarkú ládát, úgy érezte, hogy egy koporsót visznek ki a házból. Csak Aureliano Buendia ezredes nem volt hajlandó részt venni a búcsúztatáson. Még csak ez hiányzott, dolgot. Egy pápa. Második Aureliano és Fernanda 3 hónap múlva elvitte memét az árdába. Egy klavikorddal tértek vissza, amely a gépzongora helyébe került. Amaranta ebben az időben kezdte szőni szemfödelét. A banánláz időközben lecsillapodott. Makondó őslakói, akiket a jövevények félrelögtek az útból, keservesen tengődtek a maguk régi módján, de legalább úgy érezhették, mint a túléltek volna egy hajótörést. A Buendia ház továbbra is tele volt vendégekkel, és a régi rendhez csak hosszú évek múlva tértek vissza, amikor elment a banántársaság. De azért a vendéglátás hagyományos értelme gyökeresen megváltozott, mert akkor már Fernanda törvényei uralkodtak. Mivel Ursulát fogjul ejtette a homály, Amaranta pedig elmerült a szemfödélszövésben, a hajdani királynő jelölt szabadon válogathatott a meghívandók között, és rájuk kényszeríthette a szüleitől tanult rideg szabályokat. Szigorúsága a feltámasztott illem erődjévé változtatta a házat, míg a faluban tombolt a közönségesség, amelyel az idegenek nyakára hágtak könnyen szerzett vagyonoknak. Fernanda szemében minden egyébtől eltekintve az volt a legjobb ember, akinek semmi köze sem volt a banántársasághoz. Még második José Arcadio, a sógora is áldozatul esett a különbségtevő buzgalomnak, miután az első órák lelkes hevében újra elárverezte pompás harci kakasait, és beállt a banántársasághoz munkafelügyelőnek. Ide többé be ne tegye a lábát, mondta Fernanda, amíg az idegenek röhösségét le nem veti magáról. Olyan zordon légkört teremtett a házban, hogy második Aureliano végleg jobban érezte magát Petra Kotesznél. Először a tivornyákat helyezte át Petra Kotesz házába, azzal az ürüggyel, hogy le akarja venni a terheket a hitvese válláról. Aztán azzal az ürüggyel, hogy csökkenőben van a jószág szaporulata, áthelyezte a marha és lóistállót. Végül azzal az ürüggyel, hogy a szeretője házában hűvösebb van, áthelyezte kis irodáját, ahol üzleti ügyeit intézte. Amikor Fernanda rádöbbent, hogy özvegyasszony lett belőle, bár még nem halt meg a férje, már késő volt. Nem lehetett visszaállítani a régi helyzetet.
Második Aureliano csak étkezni járt haza, és legfeljebb a látszatot igyekezett némileg fenntartani, például abban, hogy a feleségével alszik, de úgy sem hitte el senki. Egyszer, egy óvatlan éjszaka után Petrakotesz ágyában lepte meg a reggel. Fernanda egyetlen szóval se tett szemreányást, bár második Aureliano számított rá, egyetlen halksóhajjal se fejezte ki neheztelését, de még aznap két ládában utána küldte a ruháit a szeretőjéhez. Fényes lappal küldte utána, és meghagyta, hogy az utca közepén vigyék mindenki szeme láttára, mert azt hitte, hogy a megtévedt férj nem bírja a szégyent, és lehajtott fejjel visszatér a karámba. De a hősi gesztus ismét csak azt bizonyította, hogy Fernanda nem csak az ura jellemét ismeri rosszul, hanem azt a közeget is, amelyben élt, és amely lényegében különbözött a szülei közegétől. Akik ugyanis látták az utcán a ládákat, mind úgy gondolták, hogy végül is ez a természetes, másképpen nem is végződhetett a história, amelynek intim részletei közismertek voltak. Második Aureliano pedig háromnapos tibornyával ünnepelte az ajándékba kapott szabadságot. És hogy még nagyobb legyen a feleség hátránya, aki áltatos fekete ruháival, ósdi medáliájával és oda nem illő gőgével nem valami szerencsésen lépte át az érett asszonyiság küszöbét, a szerető láthatólag kivirult és megfiatalodott, feszültek rajta az igéző hernyósejem ruhák, és szemében tigris fényeget lobbantott a birtoklás diadala. Második Aureliano ismét a kamaszkor tüzével lángolt érte, mint régen, amikor Petrakotesz nem önmagáért szerette, hanem csak azért, mert összetévesztette az ikertestvérével, és egy időben hálva mindkettőjükkel azt hitte, hogy Isten kegyelméből olyan férfihoz jutott, aki kettő helyett is szeretkezik. Oly mohon támad fel bennük a régi szenvedély, hogy nem is egyszer asztalhoz ülve csak összenéztek, és aztán szó nélkül újra lefették a tálakat, és bementek a hálószobába elpusztulni éhen és szerelemben. Második Aureliano a francia matrónáknál tett titkos kiruccanások ihletésére vett Petrakotesznek egy érseki baldahinnal ékesített ágyat, az ablakokra bársonyfüggöny tétetett, és a hálószoba falait és mennyezetét nagy hegyi kristálytükrökkel borítatta. Soha nem volt olyan duhaj és pazarló, mint akkoriban. A vonattal, amely minden délelőtt 11-kor érkezett, ládaszámra kapta a pezsgőt és a konyakot. Az állomásról visszafelé jövet mindenkit megfogott, aki csak az útjába akadt, helybélit és idegent, ismerőst és ismeretlent, ahogy épp jött, és magával cipelte a septében csapott mulatságra. Még az angolna-szerű Brown úr is, aki csak idegen nyelven tudott beszélni, engedett második Aureliano csábító jelbeszédének, és több ízben holtrészegre itta magát Petrakotesznél, sőt rávette a vad farkaskutyákat is, amelyek sohasem tágítottak mellőle, hogy táncot járjanak a texasi dalokra, amelyeket maga adott elő kérődző szájjal és harmonika kísérettel. Félre az útból, tehenek! Bőgte Aureliano a mulatság tetőpontján. Félre, rövid az élet! Soha nem ragyogott így, soha nem szerették annyian, és soha nem szaporodott ilyen féktelenül a jószág. Annyi marhát, disznót és tyúkot öltek le a véget nem érő tibornyákon, hogy az udvar földje csupa fekete sár lett a sok vértől. Csontok és beleg halmai tornyosultak rajta, mint egy hulladéktelepen, és állandóan dinamit rudakat kellett gyújtani, hogy a kesejük ki ne válják a vendégek szemét. Második Aureliano meghízott, ibolyaszínűre vált, és elteknős békásodott. Hála hatalmas étvágyának, amelyhez még a világ körüli útjáról visszatért José Arcadio-é is alig volt mérhető. Emberfeletti falánkságának, határt nem ismerő tékozlásának, példátlan vendégszeretetének híre túljutott a lápvidék határait, és a tengerpart legkiválóbb evőbajnokait is odavonzotta. Jöttek mindenfelől a legendás nagybélűek, hogy benevezzenek a Petrakotesznél rendezett esztelen távevő tornákra. Az evés verhetetlen bajnoka második Aureliano maradt, amíg egy gyászos szombati napon meg nem érkezett Camilla Sagastume, egy nőnemű totem,
akit országszerte csak elefántnak becéztek. Kett hajnalig tartott a párviadal. Az első 24 órában, miután elfogyasztottak egy borjút, lyukkával, nyaméval és sült banánnal, és mellé másfél láda pesgőt, második Aureliano biztos volt a győzelmében. Lelkesebben és élénkebben tartotta magát, mint rendíteletlen ellenfele, aki szemmel láthatólag közelebb állt az igazi profi stílushoz, de éppen ezért kevésbé nyűgözte le a tarka közönséget, amely alig fért a házban. Míg második Aureliano a diadalvágyától megbokrosodva foggal tépte a húst, az elefánt sebészi szakszerűséggel metélte a magáét, és sietség nélkül, sőt némi élvezettel ette. Óriási tömör nő volt, de irdatlan hústömegében is érvényesült gyengéd nőiessége. És olyan szép volt az arca, olyan finom és ápolt a keze, és olyan ellenállhatatlan varázs áradt a lényéből, hogy amikor belépett a házba, második Aureliano halkan megjegyezte, inkább az ágyat választaná a torna színhelyéül, mint az asztalt. Később, látva, amint ellenfele a legapróbb illemszabályokat is betartja a borjú fertály elfogyasztása közben, már komoly hangon mondta, hogy ez a finom, elbűvölő és telledetlen ormányos, bizonyos tekintetben az ideális nő. Nem tévedett. Hiába mondták az elefántról, hogy olyan, mint egy saskesejű, a hír minden alapot nélkülözött. Nem volt igaz, hogy eleven ökrök szétmarcangolója vagy szakállas nő egy görög cirkuszban, ahogy mesélték, hanem egy énekakadémiát vezetett. Tisztes családanya korában tanulta az evést, a gyermekei jobb táplálkozásának módszerét keresve, mégpedig nem az étvágy mesterséges felcsigázása, hanem a teljes lelki nyugalom alapján. A gyakorlatban is bebizonyított elmélete abból az elvből indult ki, hogyha valakinek teljesen tiszta a lelkiismerete, akkor megállás nélkül képes enni, amíg bele nem fárad. Így hát nem a sportszenvedély, hanem az erkölcsi kényszer vitte rá, hogy otthagyjon családot és akadémiát, és megmérkőzzön azzal az emberrel, aki elvtelen nagyevőként várt híressé az egész országban. Már első látásra tudta, hogy második Aureliánónak vesznie kell, nem a gyomra, hanem a jelleme miatt. Eltelt az első éjszaka, és az elefánt mindvégig megőrizte a hidegvérét. Második Aureliano viszont belefáradt a sok beszédbe és nevetésbe. 4 órát aludtak, ébredés után fejenként megitták 50 narancslevét, 8 liter kávét és 30 nyers tojást. A második hajnalon sok álmatlan óra és 2 disznó, egy fürt banán és 4 láda pezsgő elfogyasztása után az elefántban feltámadt a gyanú, hogy második Aureliano öntudatlanul rájött a módszerére. Igaz, képtelen módon a teljes felelőtlenség útján. Veszélyesebb hát, mint gondolta. Mégis, amikor Petra Cotes behozott 2 sült pulykát, második Aureliano már csak 1 lépés választotta el a gutaütéstől. Ha nem bírja, ne egyen többet, mondta az elefánt. Legyen döntetlen. Szívből mondta, mert belátta, hogy az ő torkán sem menne le még egy falat, úgy bántaná a lelkiismeret, amiért halálba küldi az ellenfelét. De második Aureliano újabb kihívásnak tekintette e szavakat, és úgy teletömte magát a pulykával, hogy az még az ő hihetetlen befogadó képességének is sok volt. Elvesztette az eszméletét. Arccal rábukott a csontos tányérra, havzott a szája, mint a veszett kutyának, és fuldokolt, mint aki a halálán van. A ráboruló sötétben úgy érezte, mintha egy torony tetejéről valami feneketlen szakadékba löknék, s értelmének utolsó villanásával rádöbbent, hogy az örök zuhanás végén a halál várja. Igyetek Fernandához, mondta maradék erejével. Barátai abban a hitben vitték haza, hogy a feleségének tett ígérete szerint nem a szeretője ágyában akar meghalni. Petra Cotes kifényesítette a lakcipőt, amit a koporsóban kívánt viselni, és már-már utána is küldte, amikor hírül hozták, hogy túl van a veszélyen. Alig 1 hét múlva csak ugyan talpra állt, és 2 hét múlva olyan dáridóval ünnepelte meg az életben maradását, amilyet még nem látott a világ. Ismét Petra Cotesnél lakott, de minden nap meglátogatta Fernandát,
és olykor még ebédre is a családjával maradt, mintha a sorsa visszájára fordította volna a helyzetet, és második Aureliano a szeretője férjévé és a felesége szeretőjévé tette volna. Fernanda fellélegzett. Az elhagyatottság nyomasztó unalmában csak a siesta alatti klavikor gyakorlatok és a gyerekeinek írt levelek adtak némi szórakozást. Két hetenként küldött részletes beszámolóiban egyetlen sorsa volt igaz. Eltitkolta a gyötrelmeit, elhallgatta, hogy milyen bánat üli meg a házat, hogy hiába a napfényben fürdő begóniák, hiába a délután két órás fullasztó hőség, hiába az utcáról gyakorta besüvítő vidám hangfergeteg, egyre inkább olyan lesz, mint szüleinek gyarmati kúriája. Fernanda magányosan kószált három élő kísértet és José Arcadio Buendia holt kísértete közt, aki néha pizsla figyelemmel üldögélt a szalon félhomájában, miközben ő a klavikordon játszott. Aureliano Buendia ezredes már csak árny volt. Amióta legutoljára kilépett a házból, hogy Gerineldo Márquez ezredest egy kilátástalan háborúra rábeszélje, alig hagyta el a műhelyét, legfeljebb a vizelni ment a gesztenyefa alá. Látogatókat nem fogadott, csak a borbét három hetenként. Azt ette, amit Ursula éppen bevitt neki napjában egyszer, és bár a régi szenvedéllyel gyártotta az arany halacskákat, nem adta el őket, amióta megtudta, hogy az emberek nem ékszernek veszik, hanem történelmi erekjének. Az udvaron mágiát rakott Remedios babáiból, amelyek esküvőik napja óta a hálószobájukat ékesítették. Az éberen őrködő Ursula észrevette, hogy mire készül, de nem tudta megakadályozni. Te kőszívű, mondta. Semmi köze a szívhez, mondta az ezredes. Tele van a szoba móllyal. Amaranta a szemfedelét szőtte. Fernanda nem értette, miért van az, hogy időnként egy-egy levelet ír memének, sőt még ajándékokat is küld neki, José Arcadióról viszont hallani sem akar. Holt a napjáig se fogja megtudni, felelte Amaranta, amikor Fernanda Ursulán keresztül megkérdezte, s e válaszsal olyan talányt ültetett a szívébe, amit soha nem tudott megfejteni. A magas, dőfös, nyásrot nyelt Amaranta sok-sok csipkés alsószoknyájával és fennkölt arckifejezésével, amelyen nem fogtak az évek meg a rossz emlékek, olyan volt, mint a homlokán viselné a szüzesség hamukeresztjét. Pedig a kezén viselte a fekete pólya alatt, amit még éjszakára se vetett le, és maga mosott és vasalt. A szemfödél hímezgetésben lassacskán elfolyt az élete. Mint a éjszaka felfejtette volna, amit nappal hímzett, de nem azért, hogy legyőzze a magányát, hanem épp ellenkezőleg, hogy fenntartsa. Az elhagyatottság éveiben Fernanda leginkább azon aggódott, hogyha meme hazajön az első szünidőre, nem találja otthon második Aureliánót. A vértorulás véget vetett félelmének. Mire meme hazajött, szülei összebékültek, nem csak azért, hogy a kislány továbbra is otthon ülő férnek tartsa az apját, hanem azért is, hogy ne érezze meg a ház szomorúságát. Második Aureliano minden évben két hónapig a példás fér szerepét játszotta, és fagylaltos piskótás házi mulatságokat rendezett, melyekhez a vidám és élénk diáklány adott andalító klavikord zenét. Már akkor is nyilvánvaló volt, hogy valami keveset örökölt az anyja természetéből. Inkább úgy látszott, mint a Amaranta támadna fel benne, a fiatal Amaranta, aki még nem ismerte a keserűséget, és 12-14 éves korában táncos léptekkel verte fel az egész házat, amíg a Pietro Crespi iránti titkos szenvedély végleg ki nem siklatta a szívét. De Amarantával ellentétben, és mindenki mással ellentétben, még nem ütközött ki rajta a magány családi vonása, és úgy viselkedett, mint aki tökéletesen rendben van a világgal, még akkor is, amikor délután kettőkor bezárkózott a szalomba, hogy vasfegyelemmel eljátsza a klavikor gyakorlatokat. Nyilvánvaló volt, hogy jól érzi magát otthon, hogy egész éven át a hazaérkezését ünneplő süldőlányok piháncolásáról álmodozik, és hogy nem hiányzik belőle az apja duhai vére és túláradó vendégszeretete. A vészes örökség első jelét
a harmadik szünidőben tapasztalták, amikor Meme 4 apácával és 68 osztálytársnőjével tért haza. Saját ötlete alapján és minden bejelentés nélkül meghívta őket, hogy töltsenek egy hetet a családja körében. Micsoda csapás, nyögte Fernanda, ez a gyerek éppen olyan barbár, mint az apja. Nem volt mit tenni, ágyakat és függőágyakat kértek a szomszédoktól, 9 csoportban szolgálták fel az ételt, órarendet akasztottak ki a fürdőre, és kölcsönvettek 40 zsámolyt, hogy a kék egyenruhás és férficipős kislányok ne csapongjanak ide-oda egész nap. A vendégség teljes kudarcba fulladt, mert alig, hogy a lármás zárda növendékek befejezték a reggelit, az első csoportnak már is ebédhez kellett ülnie, aztán vacsorához, és az egész hét alatt csak egyetlen egyszer tudtak kisétálni az ültetvényre. Az apácák estére teljesen kimerültek, több mozdulatra vagy parancsszóra már nem futotta erejükből, és a fáradatlan leányhad még mindig fújta az udvaron bárgyú iskolás dalocskáit. Egyszer majdnem feldöntötték Urzulát, aki mindig éppen ott akarta hasznossá tenni magát, ahol a leginkább útban volt. Egy másik alkalommal az apácák lármázták fel a házat, mert Aureliano Buendia ezredes az udvaron tartózkodó kislányokra rá se hederítve odabizelt a gesztenye fa alá. Amaranta jóvoltából majdnem kitört a pánik, mert az egyik apáca berohant a konyhába, ahol ő éppen a levest sózta, és hirtelenében nem tudott jobbat kérdezni, mint hogy mi az a fehér por, amit marokszámra szór a fazékba. Arzén, mondta Amaranta. A diáklányok közt érkezésük estéjén akkora kavarodást támadt, amikor lefekvés előtt el akarták végezni a szükségüket, hogy a lemaradottak még éjfél után egykor is vártak a sorukra. Fernanda ezek után vett 72 éjjelit, de csak azt érte el vele, hogy az éjszakai bajokból reggeli bajok lettek, mert a lányok már hajnaltól kezdve ott álltak a mellékhelyiség előtt hosszú sorban kezükben az éjjelivel, amit ki akartak öblíteni. Bár többen belázasodtak, vagy az elmérgesedett moszkitócsípésektől szenvedtek, a nagy többség rendületlenül ellenállt minden megpróbáltatásnak, és a legnagyobb hőség órájában is a kertben futkározott. Amikor végre elmentek, a virágok le voltak tarolva, a bútorok összetörve, a falakat rajzok és feliratok borították, de Fernanda úgy megkönnyebbült a távozásuktól, hogy megbocsátotta a pusztítást. Visszaadta gazdáiknak a kölcsönkért ágyakat és zsámolyokat, a 72 éjjelit pedig elraktározta Melhiádész kamrájában. A bezárt helyiség, amely körül egykor a ház szellemi élete zajlott, ettől kezdve a Bilik szobája néven lett ismeretes. Aureliano Buendia ezredes szerint jobb elnevezést nem is találhattak volna. Hiába álmélkodott a család többi tagja, hogy Melhiádész kamráját nem támadja meg se a por, se a pusztulás, ő mégiscsak szemétdombnak látta. Egyébként láthatólag nemigen érdekelte, hogy kinek van igaza, és csak azért szerzett egyáltalán tudomást a kamra sorsáról, mert Fernanda egy egész délután kibejárkált és zavarta a munkájában, amikor a biliket hordozta. Ez időtáj bukkant fel újra a házban második José Arcadio. Köszönés nélkül végigment a tornácon és bezárkózott a műhelybe, hogy elbeszélgessen az ezredessel. Úrzula ugyan nem láthatta, de a munkafelügyelői csizma kopogását elemezve rádöbbent, hogy második José Arcadio menteretlenül eltávolodott a családjától, még az ikertestvérétől is, akivel gyerekkorában leleményes, megtévesztő játékokat játszott, és akire most már semmiben sem hasonlított. Hóri horgas, ünnepélyes alak lett belőle, csupa tűnődés és szaracén bánat, őszies színű arcán valami gyászos viszfény. Kettőjük közül ő hasonlított inkább az anyjára, irgalmas Szent Zsófiára. Úrzula szemreányásokat tett magának, amiért hajlamos volt kifelejteni a családból, de amikor ismét otthon érezte és tapasztalta, hogy az ezredes munkaidő alatt is megtűri a műhelyében, újból átvizsgálta régi emlékeit, és egyre szilárdabb lett az a meggyőződése, hogy második José Arcadio még valamikor gyerekkorában kicserélte magát az ikertestvérével,
mert az Aureliano név őt illette meg, nem pedig a másikat. Senki se tudta, hogyan és miként él. Egy időben úgy tudták, hogy nincs állandó lakhelye, és kakasokat nevel Pilar Turner a házában, ahol olykor meg is alszik, de a legtöbbször a francia matrónáknál tölti az éjszakát. Érzelem és becsvágy nélkül hányódott, mint egy bolygó csillag Ursula naprendszerében. Második José Arcadio csak ugyan nem tartozott már a családba, mint ahogy más családba sem, soha többé, amióta Gerineldo Márquez ezredes egy régi hajnalon elvitte a kaszárnyába. Nem azért, hogy kivégzést lásson, hanem hogy ne felejtse el, amíg csak él, a kivégzett ember szomorú és kissé csúfondáros mosolyát. Ez volt a legrégibb, sőt egyetlen gyerekkori emléke. A másikat, az öregemberét, aki időtlen zekéjében és hullószárnyuk alapjában csodálatos dolgokról mesélt, egy vakítóan fényes ablak előtt, nem tudta elhelyezni az időben. Elmosódó emlék volt, minden tanulság vagy nosztalgia nélkül, nem úgy, mint az agyonlőtt ember emléke, amely tulajdonképpen megszabta élete irányát, és minél öregebb lett, annál élesebben rajzolódott ki az emlékezetében, mintha az idő múlása egyre közelebb hozná. Ursula megpróbálta második José Arcadio révén kiugratni Aureliano Buendia ezredes tabúvahelyéről. Beszéld rá, hogy menjen el a moziba, mondta. Még ha nem is tetszenek neki a filmek, legalább egyszer friss levegőt szív. De hamarosan rájött, hogy második José Arcadio ugyanolyan süketen hallgatja a kérlelését, ahogyan maga az ezredes hallgatná, és mindkettőjüket ugyanaz a páncél védi az érzelmek ellen. Bár se ő, se más nem tudta meg soha, hogy hosszas bezárkózásaik alatt miről beszélnek a műhelyben, Ursula megértette, hogy a családtagjai közül úgy látszik, csak ezt a kettőt köti össze a belső rokonság. Az igazság az volt, hogy az ezredest még második José Arcadio se tudta volna kihúzni a búvó helyéről. Az iskolás invázió meghaladta türelme végső határait. Azzal a kifogással, hogy hitvesi hálószobáját Remedios incsiklandó babáinak elégetése után is birtokukban tartják a molyok, felakasztott egy függőágyat a műhelyébe, és aztán csak az udvarba járt ki a szükségét végezni. Ursulának még a leghétköznapi beszélgetésre se sikerült rávennie. Tudta, hogy rá se néz az ennivalóra, csak leteszi a munkapad egyik végébe, ott hagyja, amíg el nem készül az aranyhalacskájával, és nem törődik vele, hogy közben bebőrösödik a leves, vagy kihűl a hús. Amióta Gerineldo Márquez ezredes megtagadta tőle a segítséget az akkori háború kirobbantásában, Aureliano Buendia mindinkább megkérgesedett. Keresztruddal zárkózott be önmagába, s a család végül már úgy gondolt rá, mintha meghalt volna. Semmiféle emberi megnyilvánulást nem láttak tőle mindaddig az október 11-éig, amikor kiment a kapuba, hogy végignézze az érkező cirkusz felvonulását. Aureliano Buendia ezredesnek ez a nap is éppen olyan volt, mint az utóbbi éveinek összes többi napja. Hajnali 5-kor ébresztette a békák és tücskök lármája a falon túlról. Már szombat óta szemerkélt az eső, hallotta finom súrogását a kerti levelek között, de anélkül is megérezte volna a csontjait átjáró hidegből. Pedig rajta volt az elmaradhatatlan gyapró bokróc és a hosszú pamut alsónadrág, amit kényelemből viselt, bár poros anakronizmusa miatt maga is gótgatyának nevezte. Felhúzta szűkszáró nadrágját, de nem csatolta be, s az inge gallériába se tette be az aranygombot, amit mindig viselt, mert még fürödni szándékozott. Aztán fejére borította a pokrócot, mint valami csukját, ujjaival megfésülte lekonyuló bajuszát, és kiment az udvarra vizelni. Olyan messze volt a napkelte, hogy José Arcadio Buendia még javában szendergett az esőtől rothadt pálmatető alatt. Aureliano Buendia ezredes azonban nem látta, mint ahogy azelőtt sem látta soha, és nem is hallotta azt az érteletlen mondatot, amit apja kísértete intézett hozzá, amikor felriadt,
a cipőjére permetező meleg húgytól. Aureliano Buendia ezredes későbbre halasztotta a fürdőjét, nem a nedvesség és a hideg, hanem a nyomasztó októberi köd miatt. Visszatérve a műhely felé, orrát megcsapta a tűzhely lámpabélszaga, mert irgalmas Szent Zsófia éppen tüzet rakott, mire ő ott maradt, hogy megvárja a konyhában, amíg felforr a kávé, és elvihesse a maga cukor nélküli adagját. Irgalmas Szent Zsófia, mint minden reggel, most is megkérdezte, milyen nap van, és ő megmondta, hogy kedd, október 11-e. Elnézve a tűzfénytől aranyló, rettenhetetlen asszonyt, aki mintha sem ebben a pillanatban, sem életének bármely más pillanatában nem létezett volna teljesen, hirtelen eszébe jutott egy másik október 11-e, a háború idején, amikor arra a brutális bizonyosságra riadt föl, hogy a mellette fekvő nő halott. Úgy is volt, s neki megmaradt a fejében a dátum, mert egy órával előbb az a nő is megkérdezte, hogy milyen nap van. De bármennyire feltámadt is az emlék, ezúttal sem látta be, hogy mennyire elhagyták a jóslatok, s miközben forr a kávé, puszta érdeklődéssel, de a nosztalgia legcsekélyebb veszélye nélkül gondol tovább a nőre, akinek soha nem tudta meg a nevét, és soha nem is látta az arcát, amíg élt, mert sötétben botorkált oda az ágyához. De miután annyi nő lépett be az életébe ugyanígy, s csak üresség maradt utánuk, nem emlékezett rá, hogy ez volt az, aki az első találkozás önkívületében majdnem belefulladt a saját könnyeibe, és alig egy órával a halála előtt megesküdött rá, hogy holtáig szeretni fogja. Aztán már nem gondolt se rá, se más nőre, bement a műhelybe a gőzölgő csészével, és lámpát gyújtott, hogy megszámolja a bádok dobozukban fekvő aranyhalacskákat. 17 darab volt benne. Amióta úgy határozott, hogy nem adja el a halait, naponta 2 készített, és amikor elkészült 25 darab, beolvasztotta őket a tégelyben, hogy aztán újra kezdje. Egész délelőtt elmerülten dolgozott, semmire se gondolt, azt sem hallotta, hogy 10 órakor szakadni kezd az eső, s a műhely előtt elfut valaki, és azt kiabálja, hogy csukják be az ajtókat, mert a víz elárasztja a házat. Arról is megfeledkezett, hogy a világon van, amíg Úrzula be nem hozta az ebédet, és el nem oltotta a lámpát. Micsoda eső, mondta Úrzula. Október, mondta az ezredes. Közben föl sem pillantott az aznapi első aranyhalacskáról, mert éppen a rubinokat illesztette be a szemek üregébe. Csak amikor már végzett vele, és a bádok dobozba tette a többi közé, akkor kezdte kanalazni a levest. Aztán nagyon lassan megette az egyetlen tányérra rakott hagymás pörköltet, rizst és sült banánszeleteket. Étvágyára nem hatottak sem a legjobb, sem a legzordabb körülmények. Ebéd után a semmit tevés kínjai következtek. Valamiféle tudományos babonához igazodva, mindig csak 2 órai emésztés után kezdett dolgozni, olvasni, fürödni, szeretkezni, és ez a hiedelem olyan mélyen gyökerezett benne, hogy sokszor még a hadműveleteket is elhalasztotta, nehogy vértolulás veszélyének tegye ki a seregét. Így hát lefeküdt a függőágyára, egy bicskával kipiszkálta füléből a zsírt, és néhány perc múlva elaludt. Azt álmodta, hogy belép egy üres házba, fehér falak közé, és az a nyomasztó érzése támadt, hogy ő az első ember, aki oda belép. Álmában eszébe jutott, hogy az előző éjjel és az elmúlt évek sok-sok éjszakáján ugyanezt álmodta, és tudta, hogy a kép azonnal szétfoszlik az emlékezetében, amint felébred. Mert e visszatérő álomnak az a sajátossága, hogy csak álom közben lehet emlékezni rá. Egy pillanattal később, amikor a borbély bekopogott a műhely ajtón, Aureliano Buendia ezredes csak ugyan azzal az érzéssel ébredt, hogy csak elszenderült néhány másodpercre akaratlanul, és nem is volt ideje álmodni. Ma nem,
mondta a Borbénak. Majd pénteken. Háromnapos szakálla volt, fehér pihékkel tele, de nem tartotta szükségesnek, hogy megborotválkozzék, hisz pénteken úgyis hajat vágat, és akkor egyszerre túlesik mind a kettőn. A kínos sziaszta tapadós verítéke felélesztette hónaljában a kelések sebhelyeit. Az eső elállt, de még nem bújt elő a nap. Aureliano Buendia ezredes hangosan felböfögött, amitől visszajött a szájpadlására a leves csípős íze. Mint a szervezete ráparancsolna, hogy borítsa magára a poklócot, és menjen ki az árnyékszékre. Ott a kelleténél tovább időzött, a deszkaládából felszálló, sűrű erjedés fölött kuporogva, míg a megszokás nem jelezte, hogy ideje folytatni a munkát. Várakozás közben ismét eszébe jutott, hogy kedv van, és második José Arcadio azért nem jött el a műhelybe, mert a banántársaság birtokain ma fizetik ki a béreket. Ez is, mint az utóbbi évek valamennyi emléke, észrevétlenül a háborúra terelte a gondolatait. Eszébe jutott, hogy Gerineldo Márquez ezredes egyszer ígért neki egy lovat fehér csillaggal a homlokán, aztán soha többé nem beszélt róla. Végül már csapongott az események között, de indulatok nélkül. Mivel másra nem tudott gondolni, megtanult hidegen gondolkodni, hogy az elkerületetlen emlékek többé ne sértsék az érzékenységét. A műhely felé menet érezte, hogy a levegő már szárad, és úgy gondolta, jó lenne megfürödni, de Amaranta megelőzte. Így hát nekifogott az aznapi második halnak. Épp a hal farkát redőzte, amikor olyan erővel sütött ki a nap, hogy a fényesség súgott, mint egy vitorlás. A levegő, amit három napon át mosott az eső, megtelt szárnyas hangyákkal. Ekkor ráeszmélt, hogy már régóta vizelnie kell, de visszatartja, mert el akar készülni a halacskával. Kiment az udvarra, 4:10, meghallotta a távoli trombitaszót, dobpufogást és gyerekzsivajt, és beleesett, ifjúkora óta most először, de tudatosan, a múltba vágyás kelepcéjébe, és újból átélte a cigányok csodálatos délutánját, amikor az apja elvitte jégnézőbe. Irgalmas Szent Zsófia félve hagyta a munkáját a konyhában, és kiszaladt a kapuba. Itt a cirkusz, kiáltotta. Aureliano Buendia ezredes sem ment tovább a gesztenyefa felé, hanem az utcai kapuba sietett, s a bámészkodók közé vegyült, akik a felvonulást nézték. Látott egy elefántháton lovagló aranyruhás nőt, látott egy szomorú dromedárt, látott egy hollandi nőnek öltöztetett medvét, aki serpenyővel és merőkanállal verte a taktust. Látta a menet végén szálltózó bohócokat, és aztán megint csak a maga nyomorúságos magányát szemtől szembe, amikor már mindenki elvonult, és csak a fényes üresség maradt az utcán, a szárnyas hangyákkal teli levegő, és egy-két bámészkodó a bizonytalanság szakadékának peremén. Ekkor a cirkuszra gondolva oda ment a gesztenyefához, és vizelés közben is a cirkuszra szeretett volna gondolni, de már nem lelte fel az emléket. Válla közé húzta a fejét, mint a csirkék, és úgy maradt mozdulatlanul, homlokát a gesztenyefa törzsének támasztva. A család csak másnap találta meg, délelőtt 11:00, amikor irgalmas Szent Zsófia kivitte a szemetet a hátsó udvarba, és felfigyelt a leleszállók kesejükre.